Na szevasztok srácok, elkezdett a következő videó, itt van velem Boldi. Szevasztok! És ez nem lesz más, mint egy reakció videó. Itt van előttünk egy messzis videó, amiben 10 olyan dolgot csinál, 10 hihetetlen dolgot csinál a döntőkben. És ezt fogjuk megnézni most, erre fogunk reagálni. Amivel nyertek. És hát nem biztos, hogy nyertek, csak hogy ilyen szép játékok, szép gólok, meg szép asszisztok, meg ilyenek vannak benne. Úgy tudom, úgyhogy most ezt fogjuk megnézni. Mert hogy hát nekünk így, hát nekem biztos, nem tudom, hogy neked, de Messi az egyik kedvenc játékosunk. És nekem is. Úgyhogy kezdjük el. Na. Az amúgy, ez jó cipő egyébként. Neked is ilyen volt. Igen, igen, nekem is volt ilyen cipőm. Won the final with free kicks, a döntőt megnyerték szabadrugással. Igen. A Messi féltekerés azért az ott befigyelt, eléggé. Az, hát, de hogy tudja így? Arra az egy ekkora helyre, ahova nem ér oda a kapus. Pont hát igen. Beto, ha jól látom, az... Igen, ez a Sevilla, szerintem ez ilyen Copa del Rey lehetett, nem? Vagy valami ilyesmi. És kettőt is berugottam úgy. Jézusom. Na, a Messinek mondjuk eléggé specialitása a szabadrugás, de mondjuk Ronaldo is eléggé jól rúgja, tehát mind a ketten nagyon jól rúgják a szabadrugásokat. Nem már, hogy... azt hittem, már ez is bement. Az komolyát volna egy hat-tricket tolni izével. Na. És ott van. És 5-4-re megnyertek, ez nem tudom, hogy mikor volt ez a meccs. Ez még régebben volt, de... Gondolom, igen. Erre nem emlékszem. Azt mondja, overturning 3-1-re megfordították. Azt hiszem. Ja nem, 3 gólt rúgott Messi. Ja. Yeah. Egy döntőben. Megint Sevilla ellen, gondolom egész valami Copa del Rey, vagy spanyol szuperkupa, vagy valami ilyesmi lehetett. Egyen látott, elrúgta mellette, egy jó kis indítást kapott. És ez jobb lábbal, ami neki a gyengébbik. Igen, és föl a rövidbe. Az még nem volt csúnya. És hát itt, ez kiadta? Nem tudom, az fekszik. Ott valaki feküdt, az valaki ott visszarakta. Ja, Iniesta szépen visszaadta, és gól lett. A legjobb assziszt, amit valaha adott elvileg, ez egyik legjobb. Na lássuk. Hú, erre lehet, hogy emlékszem. Hú, mondjuk itt egy kis cselbe van. És az még nem is volt les. Ez kirúgta? Paco Alcácer rúgta talán. Hát ott mondjuk 3-4 embert ott lehagyott, és... És nem volt. És nem volt les. Épp hogy vonalba volt. Gyönyörű. Ez mondjuk szép volt. Ultra Instinct. Ez nem tudom mit nem szerintem, ez valamilyen cselezés lehet, vagy... Valami nagyon durván végigvitte. Egy ember. Ja nem, ez az a... Ja, ez az a cseh. Meg itt. Aha. Kicsit elküldte ott a embert. Ott is. Aztán ebből végül nem lehet semmi viszont... Vagy várjál, lehet? Ja. Oppa, David Villa. David Villa, hogy becsavarta. Dehogy nem. Ja, csak itt az volt, hogy... Milyen szépet szollózott. Úgy látom a Manchester United-en, mert ott láttam egy keriket. Meg itt van egy Rio Ferdinand is még talán játszik. Meg Rooney, meg stb. Komoly. Messi class above world class. Világklasszis Messi. Klasszis, na lássuk, Real Madrid ellen. De ez hány... Casillas védett még? Jól lát? Aha, igen. De hány méterről volt ez, azt a rohadt? Vagy 25, vagy 30. Hát ez nagyon komoly. 70 yardos egyedülfutás, ugye ez a szólózott, gondolom futott egy jó nagyot. Végigvittek el, szerintem az egész pályán. Na, ajaj, amikor megindul amúgy az vadállat, ők föl se tudják rúgni. Hopp, forogott egyet a pali. Nem, majd berúgja. Kivégte. Épp, hogy kimarad. Az mondjuk megkéz volt, igaz? Igen. Igen. Pedig mihez futott már? Nem tudom, hogy 70 yard amúgy mennyi így méterben. De hát egy lesprintelt egy fél pályát. De egy fél pályát komolyba végig sprintelt. Kár, hogy nem született belőle gól, pedig az lett volna még a havatortán, hogyha még berúgja. Unreal Display of Vision. Ez valami nagy passz lesz. Igen, lehet, hogy valamilyen jó meglátása volt. Úgy így fogalmaznám. Fektetett egyet. Aha, És a Panyenka. Iniesta. A Real ellen főleg, úristen. Hát ez a passz amúgy ez... Világklassz, és amúgy esküszöm. De amúgy te
Ronaldo és Messi a legjobb játékosok a Földön. De most komolyan, ők ketten azok, akik ilyen durvák nagyon. És igaz, hogy Barca szurkolók, de az elismerem, hogy Ronaldo is elég komoly. Ott van a toppon Messivel. De megint mekkora labda. Az meg gól is tett. Kirúgta Jordi Alba? Igen. De nem sokszor szokott gólt rúgni. Ez a tavalyi volt, szerintem, mert amikor még Neymar is itt volt. Hoppá. Az mondjuk egy elég laza indítás volt, de úgyhogy mondom, hogy Ronaldo meg Messi a két top, tehát hiába vagyok Barca-szurkoló, két top játékos. Figyelj, fél pályáról a 16-osra olyan paszt adott. Tehát pont a lábára, pont elé úgy, hogy csak egyet kellett lépni, hogy átvegye a labdát. Nézd, egy pattanás és pont elé. És egyből tudta kapásba rúgni. Azért ezt ki kell számítani, elég durván. A legjobb nem megadott assziszt. Nem befújták, hogy lesz vagy valami, pedig nem. Reál ellenezés, Itt mondjuk elküldött ilyen 4-5 Ramos. Hoppá, és? Ez Pedro volt talán? És miért nem adták meg? Nem biztos. Az EPN határeset volt. Kiszámítani a kiszámíthatatlant. Na, ez micsoda? Ez mi? Fejjel. Nem. Befejjel. Nem. Melkassal. Bemelkasozta. Hát az lett volna szép, hogyha a legkisebb játékos fejjel egy gólt. Hát de inkább melkasozta. Ja. Hát végül is így is jó lett. De szép. Ez szép. Na itt a fejese. Na jó. És ez is a Manchester ellen. És nem, és ott van Rio Ferdinand. De mekkorára ugrott. Jézus. Azért Messi gólfej, azért az elég ritka jelenség. Nem a legmagasabb játékos. Ez egy a legkisebb, szerintem a csapatból. Hát el is hiszem érte, tehát azért ő fejjel gólt fejelni, azért az nála szerintem az ilyen ritkaságok egyike, úgyhogy ja. Best gól. Aha, a legjobb gól, amit valaha szerzett valamilyen döntőbe, ez is valamilyen szuperkupa döntő, gondolom, vagy bármi. Okay. Copa del Rey, ott is van írva Copa del Rey. Na, jaj, erre emlékszem. Ja, igen, erre emlékszem. És itt majd a rövidbe be fogja vágni. Tudtam. Amúgy azt hiszem, ezt néztük, ezt a meccset. Na, itt három ember csak így elkült. Tehát ott megpróbálja a kopasz fölrúlni, de nem sikerült. Aha, világklasszis. Úristenem, hogy minden Barca meccset nézünk, mert bármikor történhetnek ilyenek, hogy végig szólózza itt a egész pályát, aztán utána még bevágja. Ez ott van a toppon, ez a támadás. De ott három ember úgy elküldött, utána meg... Az a kopasz föl is akarta rúgni. Hopp, ott. Be. És rövidre. Ott a szurkolók meg megőrültek mögötte. Hát azért elhiszem, hát fia, azért. Tök durva, ebben a stadionban voltunk már. A Barcának a stadioniában. Ja. Ez a videó srácok ennyi is lett volna, és hogyha szeretnétek még ilyen hasonló, ilyen focis videó, de nem csak messze, igazából bármelyik játékossal, akkor nyomjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentbe, hogy tetszett nektek ez az ötlet. És hát akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!